viselünk, illetve... A palicsiak szerint kevés pénz jut Szabadkáról vissza a településre, ezért támogatják a községi státusz elnyerését. Emelték ki a helyiek a VMS lakossági fórumán. Én bízom, mindenbe bízom, mindent el kell követni, hogy igen, elkövetünk mindent, hogy megvalósuljon. Nagyon fontos volna Palics. Azért sokkal jobban kellene, hogy ki legyen építve, turisztikailag is. Nagyon jó volna, mert Palics annyira el van hanyagolva, hogy ott borzasztó. Így elmén minden Szabadkának, Szabadkáról, meg amennyit visszaadnak. A VMS 50 év után változtatná meg a rendszert, és városi önkormányzatokat hozna létre. Csak így lehetne megállítani a települések leépülését, és kezdődhetne meg a fejlődés. A jelenlegi felállásban ugye Palics költségvetése hát ilyen 360 ezer dinár éves szinten, amiből ugye nem lehet fejlesztéseket véghez vinni. Palics egy városi önkormányzat lenne, amelynek saját hatáskörei és saját költségvetése lenne egyrésztről, másrésztről pedig úgy gondolom, hogy Palics Ludas, Hajdújárás, Királyhalom, illetve Nagyodonovác egy körülbelül 17,5 ezres városi önkormányzatot képezne. Varga László köztársasági parlamenti képviselő szerint a választások után szűk koalíció jöhet létre, és a parlamenti többséghez a VMS támogatására is szükség lesz. A VMS 5-6 képviselője nélkül nem lesz majd meg a parlamenti többség. Ez azt jelenti, hogy ebben a 4 éves ciklusban az érdekérvényesítő képességünk az erős lesz. A lakossági fórumon elhangzott, hogy több éves küzdelem után Palicson a Takácsteremben is nyílik szavazóhely. A környékbeliek így a helyi közösség helyett a lakodalmas teremben adhatják le voksukat május 6-án.